nemzet, nemzettestvérek vagyunk. 15 millió búzaszem, egy nemzet. A Testvérek Kenyere programban, Nevetlen faluban, a Kárpát-medence különböző területeiről érkezett magyar nemzeti lobogókkal díszített zsákukból összeöntik a közös kenyérre szánt búzát. Ebből a gabonából is őrlik majd azt a lisztet, amiből a magyarok kenyere készül, amit aztán államalapító Szent István napján szegnek meg. A magyarok kenyere programban szinte a mi gazdáink voltak elsőként, akik bekapcsolódtak. Ez lehet annak is köszönhető, hogy itt mellettünk van Tiszapéter falván a református gimnázium, és az a kedvezményezett, az egyik kedvezményezettje a magyarok kenyerének. Oda is bevihetik a búzájukat. Aztán pluszban itt van Péter falván volt a gyűjtőpontja a gazdaszövetség nekik szintén, akik gyűjtöttek, plusz az egyházak is szervezték. De mi Nevetlen falu, mint testvérek kenyere úgy kapcsolódtunk bele ebbe az egész programba már a kezdetétől, hogy volt egy ötlet, mivel Nevetlen falunak nagyon-nagyon sok testvértelepülése van, úgy az anyaországban, mint Románia területén, Székelyföldön, és így jött az ötlet, hogy mi bekapcsolódunk úgy, mint a magyarok kenyerén belül, mint a testvérek kenyere, és így szimbolikusan még adunk egy löketet a magyarok kenyere programnak, hogy többen kapjanak kedvet hozzá, és meg természetesen ez is egy indok és egy ok arra, hogy együtt legyünk testvértelepülések, együtt tudjunk örülni a megtermett búzánknak, és együtt tudjunk hálát adni mindazokért a jókért, amit kapunk. Egyre többen hagyják el mostanában Kárpátalját. Van még itthon gazda? Van még Nevetlen faluban elég gazda, aki részt vett a programban? Tehát mennyire maradnak itthon a gazdák? Sajnos nálunk is ez tapasztalható, hogy nagyon sokan itt hagyják Kárpátalját, és elmennek máshova boldogulni. Majd az anyaországban még az a jobbik eset, de olyan is van, hogy még tovább mennek, ezben rosszabbik eset. De én azt látjuk, hogy vannak pozitív tapasztalatok is. Vannak gazdák, akik visszajöttek már, és visszajönnek. Ez bizonyára köszönhető az EGÁNEDE programnak is, a magyar kormány támogatásának, mert bizony voltak a múlt években olyan gazdák, akik teljesen azt mondták, hogy ők 100%-osan elmennek, és máson próbálnak úgymond szerencsét, de azóta is itthol vannak. Nehéz sors a mezőgazdás sorsa, bizony nem valami könnyű kenyér, az ilyen kenyér, de dolgoznak, próbálnak valamit tenni, és azért az Isten megadja az áldását, hogyha ha minden nap megteszi a maga munkáját az ember. Nehéz helyzetük ellenére a kárpátaljai magyar gazdák különösen szívügyüknek tekintik a magyarok kenyere programot. Arányaiban véve magyarországi szinten és a külhoni területek közül is Kárpátalja adja évről évre a legtöbb búzát a közösbe. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a kárpátaljai magyar gazdák azok minden évben derekasan kitettek magukért, évről évre egyre nagyobb mennyiségben, és ami még nagyobb öröm, egyre nagyobb számban adakoznak a magyarok kenyere program keretében. Az első évben, amikor csak egy szimbolikus összeöntést akartunk szervezni, már akkor is majdnem 7 tonna gyűlt össze. Azóta ez a mennyiség folyamatosan nől. A következő évben meg tiszteleződött, mintegy 70 tonna gyűlt össze, azután 85 tonna, az idén pedig, tavaly évben pedig elértük a több mint 100 tonnát, mintegy 105 tonna buza gyűlt össze, több mint 1300 gazda adományából. Mit tartalmaznak ezek a zsákok? Búzát az egyértelmű, de a búzán felül milyen lelki tartalma van ezeknek a zsákoknak? Azt gondolom, hogy a magyarok kenyere program az a testvéri szeretetről szól. Arról szól, hogy mi magyarok a Kárpát-medencében összetartozunk, össze tudunk fogni. Ahogy a búzából örlés, dagasztás után és sütés után kenyér lesz, egy éltető kenyér lesz, amit megeszünk, ami életet ad nekünk, úgy azt gondolom, hogy a 15 millió Kárpát-medencei magyar úgy tud összefogni, hogyha valami ezt összefogja. A kenyér sütéséhez feltétlen szükség van egy kovászra. Azt gondolom, hogy a Kárpát-medencei magyarság 2010 után megtalálta a kovászát a magyar kormányban és Orbán Viktor miniszterelnök úrban, aki mindent elkövet azért, hogy egyesítse, legalább lélekben egyesítse a Kárpát-medence magyarságát, és abban segítse, hogy a Kárpát-medencei magyarok ezer esztendő múlva is a legnagyobb nemzetet alkossák a Kárpát-medencében, ahogy ez ma is van.
és nagyon fontos, hogy minden ilyen alkalmat, amikor össze tudunk kapaszkodni, amikor csak közösen tudunk megemlékezni, együtt énekelni, ezt használjuk ki. Ezek azok az alkalmak, amik példát mutatnak a gyermekeinknek, és erőt adhatnak a határon túli magyaroknak ahhoz, hogy megőrizzék a magyarságukat, a nyelvüket, a kultúrájukat, és tényleg ezer esztendő múlva is a legnagyobb nemzet legyünk mi magyarok itt a Kárpát-medencében. Szoros a kapcsolat Nevetlenfalu és testvér települései között. Milyen más vetülete van még a Zanyország és a helyi magyar közösség kapcsolatának? Sikerül megszerveznünk ebben az évben, szeptember 20-án, ide hívtuk magunkhoz a parlament válogatottját, hiszen nemrég avattuk fel Nevetlenfaluban egy műfős pályát, és ez lesz az az alkalom, ahol neves politikusok, illetve focisták és helyi kárpátaljai lelkészekből összeverbúvált csapat fog egymás ellen egymásért játszani. Ez szeptember 20-án lesz majd itt Nevetlenfaluban. A korábbi évekhez hasonlóan a Magyarok Kenyere program kárpátaljai kedvezményezettjei az ukrán állam által nem támogatott egyházi líceumok és gyermekotthonok lesznek. Simon István szőlősgyulai borász lett a Kárpátai Magyar Vállalkozók Szövetsége szerint az év borásza. Idén ebben az elismerésben részesült. Mekkora földterületen foglalkozik borászkodással, szőlőtermesztéssel, illetve milyen borokat készít? 2,5 hektár területtel rendelkezem szőlősgyulán. 26 féle szőlői fajták vannak. Már a csemege szőlővel együtt. 8 féle borszőlővel, abból fehér borszőlők a cserszegi, királylánka, tramini és a muskotály. Otonel muskotály. Vörösekből a Nero, galubok, Cabernet Sauvignon és a Medina. Ez a 4-8 féle van. Igyekszek száraz borokat előállítani. Vannak félédesek is. Édes boraim nincsenek, mert hát félédesig meg tudom élelni a szőlőimet, de már édes, hogy édesbor készítsek, az már nagyon kell a cukort tartani. Hát a többi az mind csemege szőlő, amit értek, hát még ősszel értékesítek a nagyszőlősi nagybani piacon. Esetleg van-e olyan praktika, amit ön szívesen alkalmaz borkészítésnél, vagy esetleg olyan családi hagyomány, vagy olyan kis apróság, amelyiket alkalmaz borkészítésnél, amitől azt mondja, hogy ettől különlegesebb az önbora, vagy jobb az önbora? Van-e ilyen praktika, amit ön szeret használni? Én a régi módszert használom, amit nagyapámtól, apámtól tanultam meg gyerekkorom óta. Nagyapám is borász volt Gyulán. Hát szinte minden technológiáját, hát már nem az új, amit a régi őseink, ahogy előkészítettek, előállítottak bor. Hát én is még abba vagyok, hogy a tölgyfahordóba érelem a boraimat. Igyekszek tőkfahordóba. Hát vannak már úszófedeles tartályaim is, mondjuk az inkább a fehér boroknak, mert a vörösek azok csak a tőkfahordóba élelődnek. Mai napig is ott van, palackozásig. Ez még olyan hagyományos, kézi préseim vannak, fehér borokra külön, a vörösre szintén külön. Hát jelenleg pályázatot adtam be vegánedénél, inoxos víznyomásos prejsre. Hát inoxos
hűtőkompresszoros tartályt is adtam rá pályázatot kettőre. Hát nem tudom, jó Isten, hogyha nem lett, de akkor... Csak hát még az, ez a termés még szerintem nem fogom tudni élni benne, mert nem igen fogunk belefogni az idejbe. Hát nálam már a szület megkezdődik augusztus közepén. Már a Nero az az első szőlő, amelyiket augusztus 25-dik után már születelek. Már a borszőlő. Hát azután meg azt kell következnünk. A cserszegi fűszeres szintén, amelyik érmeket nyertem vele. Aranyérmes cserszegi van tavalyi idén. Másodikot kaptam érte. Általában igyekszek minőségű borokot elállítani. Hát nem a mennyiségre építek, hanem a minőségre. Akkor minőséges legyen a szőlő, mert minőséges szőlő szerintem úgy lehet csak minőséget előjönnek borokat. A cukorfokom általában eléri a 21, 22, 24-et is. Cserszegi fűszeres tavaly előtt elérte 25-öt. Mondjuk ez nagyon. Szereti azt a véletlenül, hogy arra a helyre került, mert na nem mindegy az, hogy milyen fekvésű, meg az a napsugarat is, hogy veszi be magába, mert sok mindentől függ. Új építésű pincével rendelkezem, amelyiket 5 éve építettem. Ahol tárolom, odahaza, nem fent a hegyen, odahaza, nem a szőlőbe. Pincét építettem, egy 8x15-ös méretet, hogy abban van hely elő eltárolni a borokat, mert nálunk nehéz az árusítása, pláne ott nálunk, hogy turisták, ritka madár, rosszak az utak, sok turista előtt még nincs fölfedezve az a táj, azok a látványok, mert van nálunk mind megnézni, a friss levegő. Csak hát, hogy rosszok az utak, mindenki menekszik a rossz utak, mindenki csak oda megyen, ahol az autóját nem akarja senki törni. Mi meg már szinte belenőttünk ebbe a helyzetünkbe. Létrehoztunk egy olyan klasztert, pontosabban egy olyan szervezetet, egy konzorciumot, az úgynevezett Komplex Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására létrejött társulás cím alatt, amely egyesítette a kamara vezetése alatt a Magyarország meghatározó szakmai cégeit, és ennek az égisze alatt elkezdtünk foglalkozni a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás kérdéseivel. Tehát Magyarország 3 legnagyobb ilyen cége állt mellénk, és tekintettel arra, hogy ugye a kárpátaljai problémák részét optimális esetben az ETT projektje az megoldja, de ettől függetlenül a megye összes problémáját ilyen szempontból nem oldja meg. Figyelembe kell vennünk azt, hogy ebben a problematikában egy nagyon-nagyon komplex negatívum rendszerről van szó. Tehát ugye itt a szilárd hulladék, ami adott esetekben leválogatható, a maradék elhelyezhető, ami feldolgozható, az feldolgozandó. De ott van például a folyékony hulladék,
ami egy nagyon komoly probléma. Ott vannak a folyékony szerves hulladékok, ott vannak a szilárd szerves hulladékok, ott vannak az antibiotikummal szennyezett területek, ott vannak gyakorlatilag a növényvédőszerekkel és egyéb ipari hulladékkal szennyezett övezetek, és erre jelen pillanatban nincs technológia. Tehát Magyarország ezeknek az eredményeit idézőjelben megkapja a Tiszán keresztül, megkapja a levegőben, megkapja itt-ott-amott. Ugye nagyon régen beszélnek mindkét országban a Vérke csatornának a helyrehozataláról. Valóban elindul egy olyan felmérés, ahol valószínűleg ezzel a helyzettel fognak foglalkozni, és előbb-utóbb az lesz a vége, hogy talán ez tisztításra kerül majd, de ezt megelőzően figyelembe kell vennünk azt, hogy érdemes-e foglalkozni a Vérke tisztításával akkor, amikor pillanatnyilag a mellette lévő településeknek nincsen saját csatornarendszere. Tehát az, hogy most fizikailag kitakarítják a folyót vagy a patakot, az pestiesen szólva egy dolog, de ettől még az, ami addig belement, az azután ugyanúgy bele fog menni, és ugyanaz lesz a végeredménye. Tehát a hulladék dolgokkal ugyanez a helyzet, tehát a Vérkepatak az egy része, ezen kívül ott van a Borzsa, ott van a Latorca, ott van a Tisza, ott van az összes mellékfolyó, az ezekben megjelenő szilárd hulladék, ami hál' Istennek valamilyen szinten kezelhető, mert ugye fizikailag is lehet ezeket tisztítani, azt, hogy utána mit kezdünk ezzel a hulladékkal, az egy dolog. Tehát elindult egyfajta ilyen munka ennek a felmérésére. Itt azonban milliónyi kérdés merült fel pont a hulladékgazdálkodás területén, hogy egyáltalán mekkorák a különbségek a magyarországi hulladékgazdálkodás vagy az európai hulladékgazdálkodás szabályozása és a hulladékgazdálkodás ukrajnai szabályozása között. Milyen rendszerekben működnek a közszolgáltatók? Kinek mi ezen belül a kötelezettsége? Tehát az egyes településeken a lakosság vagy a gazdálkodó szervezetek, akik hulladék termelőként jelennek meg, azok kivel alakítanak ki jogviszonyt, milyen települések érintettek ebben az egészben, kik azok, akik nem érintettek benne, milyennek az ingatlan háttere. Tehát itt összeírtunk annak idején körülbelül 6 oldalnyi kérdést, attól kezdve, hogy hogyan szelektálják, dolgozzák fel, tárolják a hulladékot, mi lesz az egyik típusa, a másik típusa, a harmadik típusa, ennek mi a törvényi szabályozása, tehát katasztrófa. Tehát létre kellett hozni ezt a konzorciumot azért, hogy egy egyeztetési mechanizmus az létrejöhessen Magyarország és Ukrajna között ebben a tekintetben, aminek optimális esetben néhány éven belül az lesz a végeredménye, hogy ezeknek a problémáknak egy része elkezd megoldódni. Tehát finanszírozás mindkét oldalról szükség lesz, finanszírozást mindkét oldal fog hozzá biztosítani, optimális esetben ugye az Európai Unió is biztosít majd ehhez forrásokat, de nagyon sok olyan pont van, ami neuralgikus, ami közösen kezelendő, és aminek a technológiájára, most a technológia alatt nem a műszaki technológiát értem, hogy tisztítanak, vagy hogy szelektálnak, hogy helyeznek el, hanem magának a folyamatnak a szabályozására nincsenek pontos válaszok. Tehát ezekre a kérdésekre nincsenek pontos válaszok, és ugye ilyenkor szokták azt mondani, hogy melyik ujjamat harapjam meg, valamelyik fájni fog, de itt annyi ujjat kellene egyszerre megharapni, ez mindegyik egy-egy külön problémát jelent. Ha az egyiket elkezdem, hol vannak az okokozati összefüggések ezek között a problémák vagy probléma rendszerek között? Na erre van szükség, erre a fajta határon átnyúló együttműködésre, és ennek következtében ugye a tavalyi évben aláírtunk egy együttműködési megállapodást ezzel a társulással, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatallal, ahol egyrészt ugye megállapodtunk abban, hogy összehangoljuk a közös erőfeszítéseket a szilárd háztartási hulladékkezelés és feldolgozás megoldására. Másrészt információkat bocsátunk egymás rendelkezésére annak érdekében, hogy ezeket a problémákat ne csak papíron lehessen megoldani, hanem a papír alapú adatok alapján össze lehessen rakni azt a fajta rendszert, ami alapján a stratégia kidolgozhatóvá válik, és ami ezt a melyik ujjamat harapja meg problémát meg tudja oldani azáltal, hogy gyakorlatilag egy folyamatábra szerűséggel elkezdem az egészet az elején, és ugye, hogy ne lépjünk bele ugyanabba, ami annak idején ugye éppen az említett Jánosi projekt kapcsán készül, hogy megvan a leválogató mű, de sajnos a lerakó még nincs meg,
de ugye hála Istennek, tényleg reméljük, hogy az a lerakó minél előbb elkészül, és ha a válogató mű is elkészül, akkor utána kiváló magyar technológiák vannak arra, hogy az ott maradó hulladék mennyiségét az körülbelül a 20-30% közé lehessen beszorítani a meglévő technológiákkal, illetve a maradékból, ami nem optimálisan feldolgozható és azonnal ugye jövedelmet termel, azokból olyan talajerő utánpótló anyagokat lehessen gyártani, ami biológiailag tiszta mezőgazdasági termelést tesz lehetővé. Tehát én úgy gondolom, hogy a határ mindkét oldalának a részei érintettek ezek a problémákban, tehát ugye Tiki képviselő úr körzete is, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének nagyon nagy része és Kárpátalja. Amennyiben ez a rendszer elkezd működni, hogy a határ mindkét oldalán több 10 kilométeres területen megoldhatóvá válik ez a probléma. Nyilván ez nem a vérke kérdése, ez a hulladékkezelés, ez a talajerő utánpótlás, de mind a kettő nagyon fontos, ugyanis abban az esetben össze vannak kapcsolva ezek a dolgok, amennyiben ugye a hulladék feldolgozás modern technológiai lehetőségeinek köszönhetően olyan anyaggal tudjuk utána ellátni a mezőgazdasági termelőket. Ugye ne felejtsük el, hogy mindkét vidék a határ mellett elsődlegesen mezőgazdaságból él. Tehát ugye a kárpátaljai GDP-nek közel 70%-a ebből származik. És ha ezekkel az anyagokkal tudjuk ellátni a termelőket, akkor egyrészt a termelők lehetőséget kapnak arra, hogy biológiailag tiszta termékeket állítsanak elő, aminek viszont piac szempontjából van nagyon nagy jelentősége. Attól teljesen függetlenül, hogy az adott országban marad, vagy az Európai Unió egyéb piacaira kerül, esetleg nem is európai piacokra kerül az így megtermelt termék, hanem mondjuk harmadik országok piacaira, akik sokkal többet fognak fizetni azokért a biológiailag tiszta anyagokért, amelyeket most jelen körülmények között a jelenlegi műtrágyákkal és növényvédőszerekkel nem lehet megvalósítani, vagy ezeknek a követelményeknek nem lehet megfelelni. Tehát ez most egy olyan konkrét határon átnyúló program, amin 2 évvel ezelőtt kezdtünk el dolgozni, és úgy néz ki, hogy végre legalább a jogalap az megteremtésre került. Tehát innentől kezdve kezdődhet a mérnöki munka, kezdődhet a szakértői munka, elindulhatnak a pályázatok, kereshetjük hozzá a finanszírozást, nyilván úgy, hogy közben olyan kidolgozott rendszerek vannak, amelyek egy-egy ilyen projektnek a megvalósíthatóságát, illetve a megtérülési képességét, azt 4-5 évre satszolják, ami bármelyik ágazatban nagyon jó, nem csak a környezetvédelem területén. Tehát ez így egy ilyen rövid, konkrét példa lett volna arra, hogy hogy működik ez a határon átnyúló együttműködés. A többi az ugye tradicionális kamarai export-import feladatkör, amit egyébként is ellátunk napi szinten.